Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlök minden egybegyűltet, boldog Salkaházi Sára szociális testvér vértanúságának évfordulóján. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Erdő Péter, bíboros prímás esztergom budapesti érsek urat, és dr. Bácskai Jánost, Ferencváros polgármesterét. Ünnepi megemlékezésünk bevezetéseképpen énekeljük el Salkaházi Sára himnuszának első 4 verszakát. Kassa városa, útnak indítója, hosszú útra ment Salkaházi Sára, életét adva lőtték a Dunába. Boldog örökké, rábízott az Úr talentumot ezred, szóval is tullal új kincseket nyertek, színes életét világ forgatagját elhagyja mi. Szegények között népét fölemelve, testvénként vigyáz minden üldözöttre, Krisztus szerelmi áradón árasztja, sötét időkben ő hozzá sihet, meteg asszony gyermek, szeretetével kőszíveket gyermek, életét adja, Krisztus nyomába ment, életeket ment. Tisztelt emlékező közösség! Mindig elgondolkodtató, amikor itt a Bokréta utcában helyezzük el a koszorút Salkaházi Sára mennyei születésnapján. Elgondolkodtató azért, mert itt állt az a ház, ahol ő szociális munkát végzett. És a következetesen vállalt segítő szeretet nyitotta meg a számára a keresztény tökéletesség útját. Ez pedig ma is így van. Jézus a szegényekben személyesen lép elénk, ha felismerjük és elfogadjuk a szeretetre fölhívó parancsát ezekben a nehéz helyzetekben, akkor nekünk is utunk nyílik a tökéletesség felé. Ez a tökéletesség pedig drámai helyzetekben akár az élet feláldozását is kívánhatja. Ez az életszentség útja. Ez volt Sára testvér tanúságtétele, ez az, ami ma is nagyon aktuális. Aktuális, mert a szükséget, a szegénységet, a bajba jutott embert ma is föl kell ismernünk, és ma is azzal az odaadó szeretettel kell fordulni felé, ahogyan Sára testvér tette. Adja Isten, hogy az ő példáját követve mi is magunk körül a szeretet kultúráját teremtsük meg. Most Németh Emma szociális testvér mondja el megemlékező gondolatait. Eminenciás bíboros úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt megemlékezők, kedves barátaink! Salkaházi Sára testvér emléktáblája előtt gyűltünk össze immár hagyományosan az évnek ezen a napján, amikor őt 1944-ben ebből a házból elhurcolták. Elhurcolása idején délután 5:30 lehetett. Budapest körül az ostromgyűrű már bezárva, hideg idő volt, erős fagy, nagy köd, bombázás. Sára testvér a konyhafüzetbe írott feljegyzései szerint
ezekben a napokban ugyanúgy végezte a kötelességét, mint máskor. 3:30-kor keltünk, brióst sütöttünk. Tekla testvér Zugligetbe ment, délután jött meg a hírrel, hogy itt vannak az oroszok a hűvös völgyben, írja december 24-én a konyha füzetbe. Az éjféli misén harmóniumozott és énekelt, majd hajnalban a testvérek karácsonyfagyújtása után azt mondta, szeretném megölelni a világot, olyan boldog vagyok. Pedig rettenetes éjszaka volt. 25-én, 26-án egyáltalán tele volt a lelke boldogsággal. A boldogság ugyanis, a társaság elöljárója Slapta Margit testvér tanítása szerint nem a külső körülmények kifejezése. A testvérek a természetes helyett a természetfelettiség útját választották, a természetfeletti élet csodája pedig az, ahogy Margit testvér írja, hogy a lélek legmélyén, a legbelsőbb szentélyben képes örülni akkor is, ha a szeméből könnyek folynak, és jajok szólnak az ajkáról. A kereszténység eredménye nem az, hogy nincs szenvedés a földön, hanem az, hogy a szenvedésnek nincs hatalma a boldogságon. Sára testvér élete sem volt mentes ezektől. Akkor sem a szenvedés elől menekült, amikor az üldözöttek menekítésének kockázata miatt 1943-ban felajánlotta életét a társaságért, különösen a betegekért, gyengékért. Életfelajánlásának utolsó mondata így szól. Ó, édes Istenem, teljes megnyugvással és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik. Az összes vele járó gyötrelmekkel, szenvedésekkel és fájdalmakkal együtt. Ez a mondat nem arról szól, hogy egy elviselhetetlen fizikai vagy lelki fájdalmaktól gyötört, gyógyíthatatlanul beteg a halálba menekül a szenvedések elől, ellenkezőleg. Egy életvidám, életszerető ember elfogadja Isten kezéből a halált akkor, amikor Isten azt adja. Úgy, ahogy Isten adja, az összes vele járó gyötrelemmel, szenvedéssel, fájdalommal együtt. És az életfelajánlás maga sem valami extrém, magamutogató dolog. Sára testvér elöljárói engedélyével tette, az egyház útmutatását követve. 10. Pius pápa ugyanis 1904. március 9-én minden hívő számára a halál óráján megnyerhető teljes búcsút engedélyezett azon csekély feltétellel, hogy valamikor életében, tetszés szerinti napon, őszinte szívvel ezt az imát, szó szerint ezt az imát elimádkozza. A szentek nem szuperhősök, nem született tökéletes emberek, mondja Ferenc pápa, olyanok, mint mi. A szentek olyan férfiak és nők, akiknek öröm van a szívében, és azt továbbadják másoknak. Sára testvér sem született szentnek, de életét Istennek, és rajta keresztül a testvéri szeretetnek szentelte, s a szívében a külső körülményektől függetlenül növekedett az öröm, a boldogság, amit továbbadott másoknak. Segítsen minket az ő példája és közbenjárása, hogy mi is szenté váljunk. Ahogy Ferenc pápa fogalmaz, a világnak ma is szüksége van a világban, de nem a világból élő szentekre, akik képesek függetleníteni magukat a korszellemtől, a média befolyásától, akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok. Szükségük van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el. Legyünk hát ilyenek. Most elhelyezzük az emlékezés virágait Sára testvérünk emléktábláján. Elsőként a bíboros urat kérem fel a koszorú elhelyezésére.
Most pedig megkérem a bíboros urat, hogy áldja meg a résztvevőket, áldjon meg minket, mindnyájunkat. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Segítségünk az Úr nevében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mielőtt befejeznénk megemlékezésünket, fölhívom a figyelmet, hogy az ünneplés az örök imádás templomban a 6 órai szentmisével folytatódik, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Most pedig zárásként együtt énekeljük el Salkaházi Sára himnuszának utolsó 3 versszakát.